Itt van már velünk Kulcsár Edina, szépség királynő, aki egészséges palacsintát fog készíteni. Szia, Edina! Sziasztok! Szia. Sziasztok! Látunk itt banán, zapelyhet, fehérjeport. Elisztet nyilvánvalóan nem. Tehát igen, ez a... szódabikarbonát, ez kókuszsír, gondolom, olaj, bocsánat. Igen, igen. Illetve, bocsánat, ez liszt, csak zappehely liszt. Ja, valamennyi, hát az gyakorlatilag a zappehely örlemény. Minimálisan igazából kell bele, bár úgy tudom, hogy egyébként enélkül is el lehet készíteni, ugye a banánnal, illetve a tojással, úgyhogy ez valóban egy egészséges palacsinta, és az édesanyámtól tanultam, mert ugye mostanság egy-két éve azért igyekszünk odafigyelni arra, hogy ténylegesen egészséges, és azért alapanyagokban is olyan dolgokat jutassunk a szervezetünkbe, ami hosszú távon azért meghálálja majd. De Szuki, anyud, akkor nézi azokat a recepteket, amik egészségesek, meg kevés kalóriát tartalmaznak. Konkrétan nap, mint nap ilyen 5-10 recepttel árasztják konkrétan így a kis e-mailjeimet, mert azt mondta, hogy ezt muszáj megcsinálnod, és mindig mondom, de anyu, mikor? Úgyhogy így még reggelente így el vagyok, meg most főleg, hogyha ugye diétázik az ember, akkor oda kell figyelni, illetve akkor a legjobb, hogyha saját magunknak készítjük el. Úgyhogy ma is 4 óra 30-tól már fent vagyok, és megcsináltam magamnak mindent. Palacsintát ezt most nem csináltam. Hogy indul a reggel? Meg kell elképzelni, mit a reggel? Reggelire mostanság, ugye, hogyha keményebben tartom a diétát, az úgy néz ki, hogy 3 tojásból szoktam tojásrántottát csinálni, viszont csak 2-t rakok bele teljesen, és egynek csak a fehérjét. Úgyhogy inkább ugye a fehérje az, ami nyilván egy kicsit jobb a testünknek. Úgyhogy általában ez, nagyon ritkán szoktam mellé esetleg pufir is tenni, mert egyébként az is magasabb szénhidrátban, de azok jobbak. Ezeket a női szakszavakat tanulni meg. Bocsánat. Ja, nem. És a nagyikádat is rá tudjátok venni, hogy ilyen? Abszolút, sőt, az a nagyon jó benne, hogyha egyébként ilyen csalós napjaim vannak, akkor neki mindig van egy kis ilyen dugi doboza, és akkor abban mindenféle jó megtalálható, a csokiktól elkezdve minden. Drága unokám, van nálam. Igen, és akkor megyek, és látja rajtam, hogy stresszelek, vagy rohanok, és meg kérte egy csokit, és akkor mindig mondom, hogy hát igen, kérek szépen. Úgyhogy ez volt most nyáron konkrétan, és akkor az egyik nap azt mondtam, hogy mama, segíts, most ne azt, hogy jól teljenek a napok a csoki mellett, hanem azt, hogy tényleg sikerüljön már formába hoznom magamat. Úgyhogy például pont a tegnapi nap arra mentem, úgyhogy ilyen kellemeset a hasznos alattam neki egy-két puszit, és ő megkészült nekem, és csinált brokkolit, már a dobozkában, már répa van, igen. Meg brokkoli. Na, úgyhogy kezdjük el. Jó, rendben. Egyébként roppant mód egyszerű a történet. Okay. Mondta, hogy mit csináljunk, és igen, és én csinálok, mert abszolút, tehát Oszkár ezt átpasszolta, ezt a terepet. Hát a banánt ezt igazából ebbe bele, és villával össze kell törni, amíg ilyen pépes nem jó lesz. Az mondjuk fehérjeport, vagy mit látok még itt? Igen, fehérjepor, abszolút. Ez konkrétan ugye ezt ilyen mi kis mihez adjuk, hanel... a tojáshoz, vagy a banához? Hát azt, hogy bármihez. Egy helyen legyen az a lényeg. Vagy vízbe, egy kanállal. Azt ide rakom mögé, csak hogy így. Oké? Meg a másikat is? Igen, hát másféllel szoktam, de mivel ezek picik, ezért simán belementek el. Az egész tojásba le kell rakni? Itt nincsen olyan, hogy fehérje vagy? Itt nincsen. Látom, hogy ilyen piszkosan dolgozol, a pultnál félig tojások. Majd utána. Én mondtam, ez hogy olyan tojás, ami nem olyan. A tojás hibája. Egyébként igen. Fehérjét hozzá kell adni? Dobjunk bele? Tessék? Fehérjét dobjuk bele? Igen, mehet. Na, ezt vállalod, ezt a... Igazából egy feladat. Ugye? Szerintem... Az egész mehet? Elmenjük. Igen. Mi lesz ebből? Jó lesz. Hát majd meglátjuk. Lehet, hogy a Krisztiánnak kellene ez. Lehet, hogy bekapcsolom. Segítsetek nekem ezt, hogy... A bekapcsolom. Indukciós, úgyhogy rá kell tenned az edényt. Jó, csak megoldott a szép oldalt és elhelyezett. Igen, aztán majd lesz egy kis szódabikarbóna, fahéj bele. Hova lesz? Fahéj. Rakjuk már bele most? Egy pici mehet, hogy gondolod. Mi a pici számodra? Nyugodtan segíthetsz, tehát így. Kis picike, mondjuk egy ilyen kis... Addig raktam bele. Picit, mert csak segítek. Ajaj. Jó, így jó lesz. Ennyi? Igen. El volt felbontani. Na most mondjátok nekem, ez hogy működik. Igen, figyelj, ez mindig egy talány. De előbb-utóbb csak elkezdődik valami. A fönti, vagy alsót kapcsolod. A kókuszolaj az... Van itt egy férfi, nem csinálna valamit? Én a fahéjat adtam hozzá. Na, hogy halad? Mi az, hogy halad? Te jöttél azért, hogy csinálj palacsintát. Hát a kis összetörés. Annett mondta, hogy segít. Aha.
Mi a kedvenc? Ez de szuper. Mi a kedvenc ételed? Tehát, ami egészséges. Rajta van. Majdnem mondtam, hogy a hamburger. Egyébként nagyon furcsa, mert sajnos én a gyors ételeket szeretem, sajnos. De igyekszem és küzdök. Nem? Akar? Nem, de az a szerencse, hogy vannak nekünk itt különféle szaktekintély. Most megoldanom a dolgot? Szerintem igen. Kollégáink, akik majd megoldják itt neked a dolgot. Na jó, figyelj, akkor most mutass valamit, Oszke. Te közben mit csinálsz? Közben hozzáadtam a zappehely lisztet. Jó. Három búbos evőkanál körülbelül. Igen. Aha. Ez nem indukciós, tehát ez azért nem fog működni. Ó, köszönjük szépen! Szerintem a serpenyővel. Ennyi volt. De nem volt. Ez nem befolyásolja. Figyelj, akkor palacsintát készítünk fazékban. Hát nem igaz, hogy nem oldjuk meg. Nem az azt, de van itt majd mindjárt. Figyelj, az a lényeg, Edina, hogy majd nem sokára érkezik hozzád egy segítség, és meg fogja ezt oldani. Azaz hozzá egy indukciós. Addig itt nyugodtan. Jó? Most leveszem is el. Én már kikevertem a tésztát, úgyhogy... Erős túlzás azért, de... körülbelül úgy kell kinézni. Hogy tényleg jön valaki, és segíteni fog neked. Szóval én addig elmondom, jó, hogy ma egy nyereményjátékunk is, méghozzá az ízes életúj társműsorvezetője fogja elbírálni, Marton Adrien Food Stylist. El kell készíteni a nézőknek a kedvenc ételüket, lefotózni, feltölteni a FEM3-ot a Facebook oldalára, és ugyebár Adrien kiválasztja a nyertest, és velünk együtt fogja ezt elkészíteni. Itt a FEM3 Café konyhájában, ez egy szuper lehetőség, azt gondolom, hajrá! Mindenki töltse fel a kis ételét, és egyébként azt tudni kell, hogy az Adrien nagyon szeret ugye így szépen tálalni, tehát hogyha valaki a kedvében akar járni, az próbálkozzon valami csodát, étel, hanem csodát összehozni. Igen. Szóval köszönjük szépen, köszönöm, ne aggódj, szépen. Segítünk, visszajövünk, van, ott érkezik. Már meg is ott érkezik. Ja. Köszönjük. Probléma megoldva.